ahogy nem régiben az éneklő ifjúság minősítő hangversenyén, úgy most is a Nádorvárosi Iskola Kisrigó kórusa kezdte a szereplést. Csütörtökön is a zsinagógában gyűltek össze a kórusok, ahol gyerek és felnőtt énekesek is felléptek. A találkozón vendégként foglalt helyet dr. Dézsi Csaba András polgármester is. És hát ugye az világosan látszik, hogy ugye a zene az világokat köt össze, hiszen a zene az egy nemzetközi nyelv. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül értik az emberek a szöveget minden nyelven, hogy miről énekelünk, vagy miről énekelnek mások. De a dallamok azok, amik az embernek a lelkét és a szívét összekötik. És hát van nekünk egy saját dallam is, a saját ritmus is, a szívünk az, ami dobog. És hogyha kicsit érzelgősebbek vagyunk, vagy ha riadtabbak vagyunk, vagy valamilyen stressz szituáció jön minket, akkor kicsit szaporábban ver, ha alszunk, akkor pedig nyugodtabban. Ugye egy a lényeg, hogy ne álljon meg, és folyamatosan mozogjon. Hát ez a lényeg az éneklésben is, hogy nem szabad megállni, ahogy egyébként minden tevékenységgel így van, hogy az ember megáll, akkor ott van a vége a dolognak. És amellett, hogy ez összeköt világokat, emellett ez világosan mai nap is mutatja, hogy korosztályokat is összeköt. Ahány kórus, annyi hangzásvilág, ami közös, az a felszabadult éneklés öröme volt, mely kiült az arcokra, így téve felejthetetlenné ezt az április végi estét. Azt lehet mondani, hogy ez egy éneklőváros. És nagyon jövőn polgármesternek lenni, mert világosan látszik az itt ülő emberek a tehetsége, szorgalma, kiteljes, kitartó munkája, az meghozza az eredményét. A gyermekeknél nyilván a pedagógusoknak a munkájának köszönhető az, hogy ők lelkesen és szépen énekelnek, és a szülők pedig ezt ámulva és büszkén hallgathatják. A rendezvényen 6 énekkar szerepelt. A győri Nádorvárosi Énekzenei Általános Iskola Kisrigó kórusát Cidor Melinda, az iskola Metrum gyerekkarát László Balázs, a Bartók Generációk Hangja kórust Nagy Néprém Zsuzsanna, a Palesztrina kórust és a pedagógus énekkart Katona Tibor, a Liszt Ferenc kórust Szűcs Péter Pál vezényelte.